jó mérkőzésen, én azt gondolom többé-kevésbé, de inkább többé jó teljesítmény nyújtottunk. Nagyon jó hangulat volt, fantasztikus első BL mérkőzés, tényleg látszott, hogy mindenki ezt várja. Hozzáteszem, azért a periódusokban azért hullámzó volt a játékunk, de nem szeretnék telhetetlennek lenni, ha most október elején itt hiba nélkül játszanánk, az nagyon furcsa lenne, főleg számomra. So good and maybe a little bit, you know. Összességében jó meccs volt, és nagyon vártam már ezt a pillanatot. Örülök, hogy sikerült győzelemmel kezdenünk. Ez egy tökéletes nap volt. Egy nyitott védekezést gyakoroltunk. Én azt gondolom, nagyon hatékony volt. Maga a védekezés is, hátul az évé nagyon sokat tett még pluszba hozzá, de ez így működik, ez így kompakt. Úgyhogy ebből tudtunk könnyű gólokat lőni. Utána jött egy kis hullámvölgy, amire gondolok, ami egyébként természetes és benne van mindig a játékban. Az nem mindegy, hogy milyen mély az a hullámvölgy. Van, amikor nem a mi szintünkön játszunk ebbe a hullámvölgybe, tehát ha gyengébb is a periódus, nem szabadna ennyire kikapcsolni. De ezen dolgozunk, úgyhogy engem ezek motiválnak, ez érdekel. Őrületes hangulat volt, mindenki szurkolt egy, majdnem másfél órán keresztül. Hihetetlen volt ezt átélni az egész mérkőzés alatt. Nagyon remélem, hogy ez mindig így marad, és még sokszor átélhetem. Volt a meccsnek néhány pillanata, amikor egy kicsit talán jobban koncentrálhattunk volna. Időnként a hullámvölgyek a kelleténél tovább tartottak, és akkor a Szívehofnak meg volt az esélye, hogy egy kicsit felzárkózzon. Ezzel együtt is magabiztosan nyertünk. A védekezés kimondottan jó volt ma. Persze kell még egy kis finomítás, de ahhoz képest, hogy ez volt az első BL meccsünk idén, rendben volt. Szeretnénk persze majd még a jövőben ennél is hatékonyabbnak lenni, de jelen pillanatban szerintem elégedettek lehetünk. Ma jól sikerült a védekezés, amihez mindkét kapus is sokat hozzátett. Emellett a támadásaink is rendben voltak.